Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Mert kinek mondotta vala az angyalok közül? Az angyalok közül! Ez, akiről most beszélünk, ez az angyalok, az egyike az angyaloknak. Nem lehet ő, hiszen ő nem ember, ő nem embernek fia, ő az atya nem angyal. Én fiam, vagy te, én ma szültelek téged. És ismét én leszek néki atya, és ő lesz néki fiam. Ez maga végig vonul az egész könyvben. Ezért mondja azt, hogy a könyvtekercsben írva vagyon róla. Ő maga a könyvtekercs, ő róla szól, ezt kellene megérteni mindenkinek. Ezért mondta azt, hogy a titkot, ami a kezdetektől fogva el van rejtve, megjeleníti majd a világnak. A gyülekezet által, az eklézsia által, azok által, akik értik. Nem az egyházra gondolt, ő neki elképzelése nem volt arról, hogy ilyen dolgok fognak történni, amik a világban történtek. Azok, akik értik, majd ők azok, akik elhozzák a világnak ezt. Ő egy az angyalok közül. Mindegyiknél kiválóbb, hiszen külön nevet örökölt. Melyik ez a név? Jahua neve van ő benne. Ez az a név. Hatos. Ez zsidók az ábri első fejezet 6. Viszont mikor behozza az első szülöttjét a világba, ki az ő első szülöttje? Jakusák a másiak, így szó. És imádják őt az Elohimnek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalai szelekké teszi, és szolgái tűzlángává, ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Elohim, örökkön örökké, igazságnak pálcája, te országodnak pálcája. Mi az, amiről olvastunk az előbb, az előző részben, Mizmor vagy Zsoltárok 110-es fejezetben, hogy az ő pálcája Sionból jön ki, és az fog uralkodni a világon. Ki ez a pálca? Az ő szava. Jahusha HaMashiach. Az angyal Jahua. Aki az ő szavát hordozza. Ez az ő, az igazságnak pálcája. Mizmor Zsoltárok 110. A te hatalmadnak pálcáját kinyújtja Jahua Sionból, uralkodja az ellenségeid között. Mit mond? A te királyi széket, ó Elohim örökön öröki, igazságnak pálcája, te országodnak pálcája. Ugyan arról szól, ezt a fiúról mondja, az angyalokról mást mond, ő azonban egy az angyaloknál mindegyiknél különb, hiszen az ő nevét hordozza. Ő az első szülötte. Ő volt az, akit először alkot. A kezdet kezdetétől kezdve vele volt. Miért? Azért, mert ő a szava. Amint elkezdett gondolkodni, amint elkezdett beszélni, azonnal keletkeznie kellett ennek, akit mi a fiúnak hívunk. Ezért mondja, hogy elsőszülött. Ezért mondja, hogy mindig vele volt. Hogy ő Elohim, ő a része ennek. De az egységnek a része, nem egy darabnak a része. 9. Szeretted az igazságot? Mi az igazság? A törvények, parancsolatok, rendelések és a Tora röviden. És gyűlölted a hamisságot? Mi a hamisság az ellenkező? Annak okáért felkent téged Elohim, a te hatalmasságot örömnek olajával a te társaid felett. Kik a társai? Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál. Azt mondotta vala az angyalok közül. Az angyalok közül társaik. Mi az angyal? Üzenet közvetítő. Malak, vagy Malaké. Üzenet közvetítő a teremtő és az ember között. Ezért mondja azt, hogy felkent téged Elohim, és ő az, akit elküldött, mint az ő fiát, hogy megváltsa a világ. Ezért imádják őt minden angyalai, hiszen ő az, aki különleges,
az angyalok között. Mindegyik ellát egyfajta feladatot, ő azonban mindegyiknél magasabb rendű. De nem egyenlő az atyával. 10. Te, Adonai, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidek műve az ege. Ki ez? Jahusá Hamásiák? Az angyal Jahua az Ószövetségben. Ő az, akinek a keze munkája az egek és a földek. Ő az, aki teremtette ezt. Az egészet. Miért? Mert az Atya ő általa teremtette meg a világot. Ahogyan azt leírja. Aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ő az, aki végrehajtotta ezt. Jehukönön első fejezet így szól. Kezdetben vala az ige, mi az ige? Jakó a szava, az ige vala az Elohimnél, és Elohim vala az ige. Mi az Elohim? A kettőnek az egysége az Elohim, az Echad, amiről szintén szó volt már korábban, az egység. Nem az egy darab, az egység. Ez kezdetben Elohimnél vala. Elohimnél vala. Nem lehetett Elohim, azért mondja, hogy Elohimnél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet vala az embernek világossága. Mit mondott? Legyen világosság. Ő az a világosság, ami a sötétségben fénylik, és a sötétség nem fogadta be azt. Mi a sötétség? Az az engedetlenség, a lázadás, az, aki nem hajlandó az instrukciók szerint élni. Ez a sötétség. Minden ő általa lett, és semmi sem lett, ami lett. Ez Jahua, az angyal Jahua, aki az ő nevét hordozza. Az ő neve van benne. Ezért hívják úgy, hogy Jahua. Ezt meg fogjuk látni később. Nem az atya mászkál a földön, vagy a földi levetülése, hanem az ő szava. Ő hordozza az atya üzenetét. Mint egy küldönc hordozza az urának az üzenetét. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. Mi, az ég és a föld, és minden, ami benne van, minden, amit ő teremtett, beleértve minket? És palástként összehajtod azokat, és elváltoznak te, pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Ki ez? Jahua, az angyal Jahua. Ő róla beszél. Te, Uram. Ez az, akihez szól. Ez nem azt jelenti, hogy ő maga az atya. Ez azt jelenti, hogy az atya általa teremtette. Ezért mondta Dáud, vagy Dávid, hogy Jahua mondja, az én uralkodomnak, az én uramnak, Adonnak. Hiszen ő az, aki uralkodik a földön. Jahua földi helytartója, idézőjel. 13. Melyik angyalnak mondotta pedig vala, ülj az én jobb kezem felől, míg len ellenségeidet lábaidnak zsámajává teszem. Egyértelművé teszi, hogy egy angyalról van szó. Ő egy angyala Jahuának. Melyik angyal az összes közül? Az, amelyik kiválóbb mindegyiknél, mert egy külön nevet örökölt annál. Melyik ez a név? Az én nevem, mondja Jahua. Ez az az angyal, amit mi Jahusá Hamásiáknak, vagy Jézus Krisztusnak, vagy a megváltónak, a messiáknak, a felkentnek ismertünk meg. Ő nem az atya a földön, nem egy és ugyanaz vele. Ő egy az angyalai közül, akivel megteremtette a földet, aki által mindent teremtett, aki a kezdetektől vele volt, akit először teremtett, mikor megszólalt. Ez az az angyal, akire azt mondta Mizmor vagy Zsoltárok 110, első, második vers, hogy ülj az én jobb kezem felől, míg len ellenségedét lábaidnak zsámajává teszem. Avagy nem szolgáló lelkeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kik? Az angyalok azok, akik szolgáló lelkek. Ők azon azért szolgálnak, hogy minket eljuttassanak a királyságba majd. Egy ezek közül a legfelsőbb rendű, a legelső, a legmagasabb tisztségű, úgymond. Jahua angyala. Az angyal Jahua. Ez hamarosan egyértelmű is lesz, sem ott. Második Mózes 3-as fejezet 1-8-ig így szól. Mosé pedig őrzi vala az ő ipának, Jetrónak, a Midian papjának juhait és hajtályjukat a pusztán túl, és jut a Elohim hegyéhez, a Horebhez. És megjelenik néki, kicsoda, Jahua angyala, tűznek lángjában egy csípkebokor közepéből. Megjelent Jahua angyala. Hogyha megnézzük azt, hogy mit ír az eredeti, Malak Jahua. Azaz nem Jahua angyala, hanem az angyal Jahua.
vagy Jehova, vagy Jávé, vagy az Úr. Az angyal Jahua. Nem Jahua angyala, hanem az angyal Jahua, aki az ő nevét hordozza. Aki a legmagasabb rendű az összes többi angyal közül. Mi az angyal? Malák. Mi a malák? Üzenet közvetítő. Követ. Aki közvetít a teremtő és az emberiség között. Ez az, aki megjelent ott. Nem az, nem Jahua jelent meg az atya. És látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. Hol hallottuk ezt? Dániel harmadik fejezetben, mikor a három, Dániel három társát bedobják a tűzbe, ki a negyedik ott? Malák Jahua. Az Elohim fia az, aki ott van velük a tűzben. És mondta Mósé, oda megyek, hogy lássam e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Ki van a csipkebokorban? Jahua angyala. Mi a negyedik vers? És látál Jahua? Hogy oda méne megnézni, és szólítál őt Elohim a csipkebokorból mondván, Mósé, Mósé, ez pedig mondta, im hol vagyok. Jahua angyala van a bokorban. Látja Jahua, hogy oda megy Mósé, és Elohim szól a csipkebokorba. Miért? Mert ő az, aki a nevét hordozza. Ezért beszél róla úgy, mintha ő lenne Jahua. Ő képviseli 100%-ig őt a földön, ahogyan a feleség és a férj együtt kellene, hogy dolgozzon. Idézőjelben a férj Jahua, a feleség Jahusha Hamásia. Kép egy egységként dolgozik. A két test lesz egy. Egy echád, egy egység. Ugyanúgy, ahogy az atya és a fiú egy, ahogy mondja, ahogy én és az atyám egy vagyunk, legyetek ti is egyek úgy. Nem egy darab, egy egység. Ezért beszél róla úgy egyszer, hogy, hogy Jahu, az angyal Jahua, aztán pedig úgy, hogy Jahua, aztán pedig úgy, hogy Elohim. De attól függetlenül mind egy és ugyanaz. Nem változott a három karakter, amíg ő a csipkebokorban volt. Jahua látta, az atya természetesen tudja. Ez nem feltétlen, ezen keresztül az atya tudja az egész történését a világnak, az elejétől a végig. Ez csak az a közvetítő, aki nekünk kell, ez ebben az úgymond dimenzióban, amiben mi vagyunk, hogy tudjunk vele kapcsolatot létesíteni. Ezért beszél róla úgy, hogy az angyal Jahua, aztán Jahua, aztán pedig Elohim. Ez a négyes vers, ha megnézzük a négyes verset, akkor látjuk azt, hogy Jahua látja, és Elohim az, aki a csipkebokorból szól, hogy Mósé, Mósé. Ami ezután az még megdöbbentőbb. És mondom, ne jöjj ide közel, ódd le a te saruidat a lábaidról, mert a hely, melyen áll a szent föld. Ha valaki nem látta az előző részeket, én ajánlom, hogy nézze meg. Amíg meg nem érti, hogy a kettő nem lehet egy, és ugyanaz, mert ami most következik, az még érdekesebb, mint az eddig. És mondta, én vagyok a te atyádnak hatalmassága. Elohim. Ábrahámnak hatalmassága, Jitzáknak vagy Izsáknak hatalmassága, Jakobnak vagy Jákobnak hatalmassága. Én vagyok az az Isten. Én vagyok az, aki velük kommunikált mindvégig, aki kivezette őket, aki közvetített közöttük és Jehova közt. Egy egység vagyok Elohimmel. Nem az atya vagyok itt, és a kettő nem egy darab. Ő közvetíti. Az angyal Jahua, Jahua, Elohim, és ő az, az az Elohim. Jahua pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, melyet Egyiptomban, Misraimban vagyon, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásokat, sőt, ismerem szenvedéseiket. Jahua beszél ezen az angyalon keresztül. Itt a földön, Mósehoz. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Lejön, hogy megszabadítsa őket. Ő az, aki kivezeti majd őket Egyiptom földéről. Hogy megszabadítsam őt a Micraim beliek, Egyiptom beliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, teljen mézzel folyó földre, kananósok, kitteusok, emorósok, perizeusok, kiveusok, jebuzolisok lakóhelyére.
Akkor ő az, aki kivezeti, kicsoda? Akiben az ő neve van. Az én angyalom, te előtted megyen, beviszen téged, hova? Ugyan arra a földre, amelyikről itt beszél. Ez az angyal. A Malak Yahuwah. Az angyal Yahuwah. Ezért fontos, hogy a nevet használjuk. Nem az angyal Úr, hanem az angyal Yahuwah. Hatos verset nézzük meg. Én vagyok a te atyádnak hatalmassága Istene, Ábrahámnak, Izáknak, Jakobnak Istene, ami. Ez ugye a hatos vers. Elohim, Elohim, Elohim és Elohim. Hiszen ő az, aki őket kivezette, aki által Yahuwah, az atya kommunikált az emberiséggel mindig is. Ugyanerről beszél apostolok, 7-es fejezet 30-33-ig. 40 esztendő elteltével megjelenik néki a sínai hegy pusztájában Yahuwahnak angyala. Ki ez? Ugyanez, akiről itt szó van. Malak Yahuwah. Az angyal Yahuwah. Ki? Az angyal Yahuwah. Csipkebokornak tüzes lángjában. Mosé pedig mikor meglátta, elcsodálkozik a látáson. Mikor pedig odaméne, megszemléje, lőn Yahuwahnak szava. Szó szerint idézi ezt, mert ezt akarja nekik elmagyarázni, hogy mi is az a titok a kezdetektől fogva. Meg akarja velük értetni, hogy legalább valaki értse azt, hogy hogyan is működik ez az egész. Hogy mi az, amiről szól, mi az elvárás, hogyan kell járni az uta. Én vagyok a te atyáidnak hatalmassága, Ábrahámnak, Jicáknak, Jakobnak hatalmassága. Mosé pedig megrémülvén nem meré megnézni. Yahuwah pedig mondané ki, oldozd le sarudat lábaidról, mert a hely, melyen állasz, szent föld. Ugye azt kérdezi itt majd Mosé tőle, hogy de mit mondjak nekik, hogy ki az, aki küldött. És már tudom, hogy erről volt szó, de most már talán más fényben fogja mindenki nézni ezt a kérdést. Itt a 14-es vers, ez ugye Shemot 3-as 14. És mondta Elohim, itt még mindig ugye ugyanott tartunk a Malak Yahuwah, az angyal Yahuwah, Elohim. Egy és ugyanazt beszél hozzá még mindig. Mit mond? És mondta Elohim Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Ahája, Asher, Ahája. Vagyok, aki vagyok. Nem azt mondja, hogy ez a nevem. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. És mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem. Ahája, küldött engem. Nem azt mondja, hogy ez a neve. Mit mond, hogy mi a neve? És ismét mondta Elohim Mózesnek, mit mond ismét? Így szól Izrael fiaihoz, Yahuwah, a ti atyáitok hatalmassága, Ábrahám, Icák, Jakob hatalmassága küldött engem hozzátok, ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Miért? Azért, mert megmondta, hogy az én nevem van ő benne. Ez az az angyal, aki hordozza a nevemet, Shemot 23. Mert az én angyalom te előtted megyen. És mit, ki ez? Yahuwah. Ez az én nevem mindörökké. Ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Ki ez? Malak Yahuwah. Az angyal Yahuwah. Yahuwah Elohim. Aki mindvégig jelen volt a Tanák során. Hamarosan folytatjuk, és remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!